Na, sziasztok! Nem sűrűn volt a csatornán eddig unboxing. Ha jól emlékszem, akkor talán tavaly volt egy Artorias szobornak ugye az unboxing videója. Viszont ma megérkezett, amit rendeltem, egy kis hangtechnika upgrade. Egy állványt rendeltem, ami ebben a csomagban érkezett meg, illetve egy pamacsot, egy ilyen szélfogó pamacsot gyakorlatilag. A mikrofonra, a Blue Yeti mikrofonra, úgyhogy most ezt fogom kibontani. Hát nézzük. Amiből lát, azon. Elnézést a hangokért nyilván. Hát túlságosan is magasra van állítva a gain, de pontosan ezért fogom így hagyni egyébként a dolgokat, mert szeretnék egy összehasonlítást csinálni. Ugye a legnagyobb probléma, itt van valami kis eset, valami ebben a dobozban. A legnagyobb probléma az volt számomra a mikrofonnal, pontosabban a jelenlegi beállításával. Egyébként jól látszik szerintem, hogy jelenleg hogy van megoldva. Tulajdonképpen egy ilyen házi készítésű sok mounttal lett megoldva átmenetileg ugye a zaj csökkentése, mert hogyha nyilván lerakjuk az asztalra, akkor az asztalról a különböző kis vibrációkat ugye felszedi. Ezzel a gumis CDTG-es megoldással viszont ugye lehet csökkenteni, csak hát nyilván azért ez sem teljesen tökéletes, illetve az, hogy nagyjából egy karnyújtásnyira van tőlem. A mikrofon nagyon fel kellett csavarni az erősítést. Emiatt, mivel a szoba eléggé üres, vagyis hát üres, amúgy nem annyira üres, de hogy azért van egy szekrény, igazából asztal, de nincsen zajszigetelés különösebben, ezért mindenhonnan érkező visszhangokat ugye felszedi, illetve mivel elég messze vagyunk tőle, ezért az erősítést azt eléggé fel kell csavarni. Na most emiatt rohadt érzékeny lesz a mikrofon, úgyhogy most ezt szeretnénk orvosolni azzal, hogy közel tesszük a szánkhoz a mikrofont. Ez az állvány, ez egy Bespeco MSRH10, vagy lent a videó leírásában, hogy belinkelem. Tehát látszik, hogy ilyen rugós tagok vannak benne alapvetően. Kaptunk hozzá egy, alapból kaptunk hozzá egy mikrofon kábel, de nekünk nem ez fog kelleni. Sőt, úgy látom, hogy kettőt is. Ja, hát az egyik, hogy nyilván bemenet, a másik a kimenet. Úgy látom, hogy nem is lehet egyébként ezt kiszedni belőle, hogy hát a fene se tudja. Nekem nem úgy tűnik, hogy ezt le lehet szedni. De ha mégis, akkor majd írjátok meg kommentben. Hát nézzük akkor, hogy hogyan is van ez. Biztos, hogy igen, ez itt a mikrofon, szabvány mikrofon bemenet, ez jó lesz egyébként a Blue Yetihez, teljes mértékben. Jó, el van tekerve egyébként itt a minden is. Sikerült megszabadítani a vezetéktől, hogy ez így rá volt nagyon, nagyon rakva. Hát elég erős a rúgója, meg kell hagyni, hogy elég erős a rúgója magának az állványnak. Hát ez itt valószínűleg ez itt lógni fog, nyilván. Nem tudom, mennyire lehet ezt forgatni. Itt különböző. Mondom, másik irányba is működni kéne. Vagy nem. Vagy nem. Az csak így fog működni. De akkor meg ezt kell tudni. Ez biztos, hogy... Aha, itt van. Tehát ugye majd így fog állni ugye a mikrofon. De szerintem amúgy össze is szerelem gyorsan. Ezt majd valószínűleg fel fogom gyorsítani.
Kaptunk hozzá egy ilyen satut is egyébként. Ezzel lehet ugye majd ráfogatni magát a cuccost. Hát ez igazából annyi, ahogy nézem. Szerintem előbb fel fogom fogadni magát a satut. Utána ugye van itt egy ilyen kis lyuk, amit ezzel a kis fogóval, ugye, vagy hát csavarral, gyakorlatilag ugye ezt be lehet csavarozni, és akkor magát az állványt ugye azt fogja megtartani. Hát ti már halljátok a végeredményt, én viszont még nem, úgyhogy hát nagyon remélem, hogy jó lesz. Ami talán érdekesség amúgy ezzel a velvánnyal kapcsolatban, hogy egyenlően majd, hát majd meg kell oldani a magát a vezetékelést, mert ugye ez nyilván ez most itt nem szép, hogy össze-vissza mászik a vezeték, illetve hát remélem, hogy akkor már nem kell majd ennyire nagyon ordítanom, mert hogyha ilyen közelről beszélek, már akkor is sárgában vagyok. Meglátjuk. Egy kicsit ez a szivacs is kicsinek tűnt, de azért, mert megmondom őszintén, nem találtam a Blue Yetihez információt arról, hogy mekkora a kapszula méret, úgyhogy nagyjából sakkoztam, hogyha 3 darab 14 mm-es van benne, akkor az nagyjából ilyen 52 mm, tehát egy 50-55 mm-es szivacs elégnek kell legyen. Hát küzdeni kellett vele, nem mondom, hogy nem, bár egyébként annól, amikor vettem a kisebb mikrofonhoz egy ugyanilyen szivacsot, arra is először nagyon nehezen, mert most meg már csak így... De valószínűleg ez idővel át fogja venni magának a kapszulának ugye a méretét. Ami még furcsaság, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon erősen meg kell húzni ezeket a kis csavarokat. Mármikor azt hiszed, hogy be van nyomva teljesen, akkor még mindig tudsz vagy tizet rajta csavarni, és akkor áll meg pontosan így egyébként. Szerintem egyébként ezzel nem lesz is semmi probléma, ezt egy picit így lehet ugye így közelebb rakni. Nekem abszolút nem tűnik úgy, hogy sőt akár ilyet is lehet csinálni. Hogy akkor így beszélünk, és akkor így játszunk. Annyi, hogy kicsit nyilván, tehát ezt lehet ugye alacsonyabbra állítani tulajdonképpen, tehát ezzel így lehet azért játszani, van itt azért mozgástér bőven, úgyhogy meglátjuk majd, hogy melyik lesz a jobb. Nyilván a hangminőségen még lehet lehet majd az OBS-ben ugye javítani mindenféleképpen, de remélem, hogy valamennyit sikerül javítani az élményen, majd meglátjuk.